Jó estét kívánunk, kedves nézők! Ez itt a Sziaszta 2016-ban először. Reméljük, hogy önöknek is jól telt a szilveszter, illetve a karácsony, és hát hasonlóan sikeres vagy még jobb esztendőt kívánunk 2016-ban, mint amilyen mondjuk a 2015-ös volt. Így van, rosszabb soha ne legyen. Mi pedig igyekeztünk ma is érdekes programokat összeállítani önöknek. Itt lesz velünk Demarcsek György, akivel a Nyírség Tánc Együttes jövőjéről beszélgetünk. És hát ellátogatunk majd egy kiállításra, megmutatjuk, hogy milyen volt az újévi koncert. Ebből egy kis ízelítőt láthatnak, a teljes produkció majd hétvégén következik, és hát megtudhatják azt is, hogy milyen programokkal várja önöket a Bencs Villa. Kezdjük rögtön akkor a Nyírség Tánc Együttessel, Demarcsek Györggyel. Hát 2015, túl vagyunk egy esztendőn. Én azt gondolom, hogy számotokra sikeres volt, legalábbis így látva az eredményeket. Ti hogy értékeltétek? Mindenképpen sikeres volt, mert az együttes életében többféle dolog történt, tehát többféle változás. Egy változás igazából nem volt jó, de úgy általában azért sikeresen szerepeltünk a Kállai Kettős Néptánc Fesztiválon, már egy megújult táncegyüttese. Talán ez a legfontosabb, hogy újabb fiatalok érkeztek az együttesbe, a Vásárhelyi Iskola égisze alatt működő, Vécsei iskolában működő Vécsei kamara fesztiválról is híres lehet ez a Lókötő Táncegyüttes, hiszen ők szokták ezt szervezni, tehát a Lókötő Táncegyüttesnek a nagyjai följöttek a Nyírség Táncegyüttesbe, és így aztán megfiatalodva vágunk neki majd a 2016-os évnek, de ezek a gyerekek már nyáron följöttek, és be tudtuk őket építeni az új Kállai Kettős fesztivál műsorába például. Ha már ezt említetted, ugye fiatalok, hát nem kell olyan sokat várni, január 22-e, azt hiszem Egerben rögtön egy döntő, ahol érintettek vagytok. Így van, már Mikulás alkalmából rendeztük itt Nyíregyházán, mi voltunk a rendezői egyébként az ifjúsági szólótáncverseny egyik területi válogatójának, és a döntőre kerül sor január 22-23-án Egerben, és négy versenyzőnk, négyen indultak, mind a négyen tovább is jutottak, bejutott az ifjúsági szólótánc versenynek a döntőjébe, úgyhogy most azon izgulunk, illetve hát segítünk a fölkészülésükben, hogy jól szerepeljenek ott. Hogyan is történik a felkészülés? A felkészülés az javarészt egyéni, tehát ugye a szólisták esetében itt két fiúról és két lányról van szó egyébként, akik nem két párként működnek, hanem van egy szólista és van egy pár, és az egyik kislányt pedig a testvére kíséri, aki egyébként az egyik fiú a másik párban, tehát ilyen módon ez egy érdekes összetételű kis csapat. Tehát ők ugye próbáltak már, nagyon sokat próbáltak az elődöntőre is, tehát erre a válogatóra is, és akkor most volt egy kis szünet, ugye nevezzük ezt téli szünetnek, és akkor most kezdődik tulajdonképpen, tegnap este volt az első próbánk, és megtörténtek a megbeszélések, akkor mikor találkoznak, hogy, tehát ők gyakorolnak külön is, és akkor a kollégáimmal, a régi új kollégáimmal tulajdonképpen, mert ahogy mondtam, volt a Nyírség Tánc Együttes életében egy nem túl jó változás, hogy a Kácsor házaspár elment az együttestől, na de most az Éder házaspár segítségével, tehát Éder Robert és párja Boács Gitta, akik tulajdonképpen mint tánckarvezető és művészeti asszisztens dolgoznak az együttesnél, az ő segítségükkel készülnek elsősorban erre a megmérettetésre, úgyhogy ezért indulnak a próbák. Ezért akkor minősítő verseny is? Tehát kaphatnak sarkantyút vagy gyöngyöt a lányok, fiúk? Kaphatnának, hogyha ez a felnőtt szóló táncverseny lenne, akkor kapnának sarkantyút, gyöngyöt. Tehát az ifjúságiaknál pedig ezüstpityke van és gyöngygallér. Uh-huh. Tehát gyöngygalléros, illetve ezüstpityés táncos címet nyerhetnek el ezzel a vetélkedővel. Tapasztalható valamilyen olyan folyamat, hogy nagyon sok olyan tehetségkutató verseny van a televízióban, ahol néptáncosok, népzenészek is fellépnek, hogy ennek hatására esetleg többen jelentkeznek táncolni? Hát nagyon sok nincs, a röpőpáva, illetve most ugye felszállott a páva az, ami van, és ugye ennek több adása volt, hála Istennek. Én nem tudom, hogy ettől többen jelentkeznek-e, mert hogy egyébként is nagyon sokan jelentkeznek. Tehát ugye ott a televízióban egy válogatott együtteseknek, a válogatott iskoláknak a válogatott csapatait lehetett látni, és néhány nagyon-nagyon kiemelkedő szólistát. De többek között innen Szabolcs megyéből is ugye voltak szólisták, két botos fiú, tehát botoló táncoló, Máté Szalkai fiú, illetve egy dombrádi fiú, aki közönségdíjas lett, és jön is majd hozzánk a művészeti szakközépiskolába egyébként, mert 14 éves, bár alacsony növésű. De ettől én nem gondolom, hogy
hogy sokkal többen fognak jelentkezni, mert egyébként is minden évben sokan jelentkeznek azok, akik a különböző alapfokú művészeti iskolákban akarnak néptáncot tanulni. Az jó lenne, hogyha sokan néznék, és akkor látnák, hogy ennek milyen jelentősége van a gyerekeknek a nevelésében egyébként, és a művészetekben, de én nem gondolom, hogy ettől többen fognak jelentkezni, hogy a televízióban időnként van ilyen, ilyen adás. Picit tekintsünk előrébb, a 2016-os évre mi lesz mondjuk a legfontosabb eseményetek vagy fellépésetek? Van-e olyan, ami külön prioritást élvez? Hát mindig a következő, tehát a verseny után következik majd a táncfarsang, ugye lesz a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban táncfarsang, bár ez talán még titok, de azért én elmondom, hogy lesz táncfarsang, és azt hiszem a színház még nem jelentette be, és akkor ott akarnak egy nagy gála műsort, aminek mi is az egyik szereplői leszünk február elején. Mi pedig egyébként, mint táncegyüttes készülünk, természetesen a szokásos, ezt nem sok együttes mondhatja el, de számunkra szokásos, mert 1985 óta egy alkalommal nem voltunk, egyébként minden évben eljutunk arra bizonyos nagy megmérettetésre, amit úgy hívnak, hogy néptánc antológia. Ami nem verseny, hanem egy válogatott műsor, egy antológia, a Budapesti Operett Színházban lesz. Kettős szerepben vagyunk érintettek, egyrészt meghívottak, mint táncegyüttes, föllépünk és bemutatjuk az egyik koreográfiánkat. Másrészt meg én szoktam vezetni ezt a műsort, úgyhogy én leszek a műsor vezetői szerepkörben itt az antológián, a Budapesti Operett Színházban. Ugyaneznap délután pedig az utánpótlás csoportunk, a Lókötő Táncegyüttes, az ifjúsági néptánc antológián vesz részt, amit szintén mi szervezünk. Ez a Martin György Néptánc Szövetség, aminek én az alelnöke is vagyok egyébként. És ezt most mi szervezzük a Hagyományok Házában Budapesten. Tehát ez a két igazán nagy dolog, hogy a táncfarsang, illetve a néptánc antológián való részvétel. Egyébként pedig készülünk egy teljesen új műsorral, amit még a nyíregyháziak nem láthattak. Márciusban valamikor, még nincs kitűzött időpontja, fogjuk bemutatni. Egyébként érdekes körülmények között az Alvégesi Művelődési Házban, tehát nem színpadi körülmények között, de nézőtér lesz, a színpad pedig a próbateremnek a padlója lesz. Na hát várunk majd vissza akkor is, úgyhogy beszélgetünk majd még erről márciusig bőven. Most pedig akkor egy kalappal januárban ezen a verseny az ifjúságjának. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Mi pedig akkor most az újévi koncerttel folytatjuk, legalábbis ebből egy részlettel. Thank you.
A folytatásban pedig egy olyan esemény, amely jövő héten pénteken kerül majd megrendezésre itt a Művelődési Központban, mégpedig egy különleges kiállítás, Zoom kiállítás a neve, és hát a szervezők, a házigazdák tulajdonképpen a vendégeink, akiket szeretettel köszöntünk. Hát egy picit beszéljünk egyrészt az Egyesületről, a Zoom Egyesületről, mit érdemes tudni, illetve hogy honnan jött ennek a kiállításnak az ötlete, és mit láthatnak majd az érdeklődők. Maga a kiállításnak a gyökerez eredete az, hogy egy országos egyesület elnöke, dr. Mangó Gabriella felkérte a Nyílt Diabet Egyesület tagjait, diabéteses gyermekeket, hogy a gyermekverseihez, a készülő kötetéhez illusztrációkat készítsenek ezek a gyerekek. Ezeknek a gyermekverseknek az a különlegessége, hogy nem csak egészséges, hanem beteg gyerekekhez is szólnak. Miután a doktornő gyermeke is hasonló betegség részese, és ezek az illusztrációk, ahogy készítették a gyerekek, megélték azt, hogy ők egészséges gyerekekként beteg gyerekeknek rajzolhatnak. Milyen és gyerekek vehettek részt ezen a pályázaton? Elsősorban, tulajdonképpen bármilyen beteg gyermek rajzolhatott, és a későbbiekben ehhez kapcsolódtak egészséges gyermekek. És akkor így egyre bővült a kör, és akkor azt a versek által való ihletettséget kiegészítette azt, hogy megélték ezek a gyerekek, főként alsós gyermekekről van szó, hogy milyen nagy dolog az, hogy én most rajzolok egy gyermektársamért, aki beteg. Doktor, és milyen betegségeket kell itt most elképzelni, tehát milyen beteg gyerekekről van szó? Krónikus élethosszíglan tartó betegségekről, amelyek a mindennapi életet korlátozzák. Például korzettes gyermekek, tumoros gyerekek, siketés nagyot halló gyermekek, cukorbeteg gyermekek, ők rajzoltak erre a kiállításra. Lehet tudni, hogy mondjuk hány rajz érkezett, illetve hogy mi volt a fő tematika? Hát egyrészt akkor a versek, tehát azokhoz kellett illusztrációkat készíteni, de hogy hány rajz érkezett pontosan? Az országos összesítés az már több ezer gyermek meg van mozgósítva, és több mint 300 rajz készült, és büszkén mondom, hogy a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola közel 200 rajzot készített. És hát ezeket lehet majd látni. Most ezeket a rajzokat lehet megtekinteni, és az a különlegessége még ezeknek a rajzoknak, hogy gyakorlatilag az eredeti rajzok körbejárják az országot, ahol hírességek, jelentős személyiségek aláírásukkal fejezek ki a hozzátartozásukat ehhez a misszióhoz. Egy-egy beteg gyereknek ez nagy erőt adhat, mondjuk a gyógyulás felé, vagy aki esetleg ugye krónikus beteg, és már nem élete végig mondjuk cukorbetegséggel küzd, neki ez erőt adhat a mindennapok során, hogy azt látja, hogy a társai, a kortársai kiállnak mellette és segítenek neki? Nem gondolom, hogy ez ennyire direkt ez az összefüggés, de a gyerekek, a krónikus beteg gyerekek, azok naponta megküzdenek az elfogadással, az, hogy ő neki időre kell lennie, időre kell például megszúrnia magát, vagy segédeszköz kell használnia, úgyhogy mindenféle olyan pozitív visszajelzés a környezettől, az szükségük van rá, ugyanúgy, ahogy egy felnőttnek is, de egy gyereknek azért, míg a személyisége épül, nagyon sokat jelent egy pozitív visszajelzés. Mik a tapasztalatok? Bocsánat, mennyire toleráns a társadalom velük szemben? Gyerekek mennyire elfogadóak egymással? Ez nagyon kedves kérdés volt, mert a gyerekek sokkal elfogadóbbak egymással, mint a felnőtt világ. Úgyhogy azért is örülünk ennek a kezdeményezésnek, és azért is csatlakoztunk szívesen hozzá, hogy a gyerekeket megismertessük azzal, hogy együtt lehet is élni, és együtt kell is élni. És szeretnénk, hogyha ez az érzés, ez az indulat, ezt megmaradna bennük felnőtt korban is. De valahol ennek a csiráját el kell ültetni, úgyhogy ezért a gyermekkorban elkezdtük az egymás elfogadását, tiszteletben tartását, együttműködésre való készséget, segítséget, ezt elültetni bennük, hogy ez később továbbfejlődjön, vagy megmaradjon legalább. Akkor mondhatjuk azt, hogy ez csak az első lépés, tehát ennek lesz esetleg folytatása?
akár kiállítás igen, formában, igen. Akár ez más természetesen formában. Egy országos vándorkiállítás, sőt már külföldre is kacsingatunk. Kezdődött Budapesten a Gellér téren a Profécia galériában, folytatódott Gyöngyösön, és most a jelenleg Nyíregyháza a következő állomás, és ennek köre bővül és kiegészül. Tulajdonképpen ez egy jótékonysági rendezvény is, kiállítás, ahol nem csak aláírással és lelkiekben lehet támogatni ezt a kiállítást, hanem virtuálisan örökbe lehet fogadni ezeket a képeket, rajzokat, és az ebből befolyt összegek a beteg gyermekek táboroztatását, ami esetünkben ugye a Nyírdiabet Egyesület esetében a gyermekek táboroztatását segíti. És akkor én megemlítem, jó, hogy az én kisfiam is megélte ezt a tábort, mert 3 éve diabéteszes, most jelenleg 17 éves fiam, és gyakorlatilag 3 évvel ezelőtt megtapasztaltuk azt, hogy ezeket a gyerekeket nem viszik el. Szívesen, legalábbis szívesen nem viszik el táborozni, mert azért ott minden napot meg kell úgy élni, hogy megfelelően biztosítani a körülményeket, és ez a tábor az, ahol olyan stábbal, olyan segítőkkel lehet táboroztatni őket, ahol biztonságban vannak, a szülők szívesen elengedik őket, és ugyanakkor megélik azt is, hogy nem vagyok egyedül ebben a világban, rajtam kívül mások is. És ők is ugyanolyan teljes életet élő gyermekek, mint én vagyok. És azt gondolom, ez nem csak a gyerekeknek, a családoknak is nagy segítség, hiszen a család is átéri tulajdonképpen, ugye ezt, hogy megváltozik. Január 20, vagy mikor kezdődik? Január 16-án, itt a Váci Mihály Kulturális Központban. Igen, itt tulajdonképpen nem csak a rajzok fognak megjelenni, hanem azoknak az aláíróknak a fotói, akik nem tudnak jelen lenni ezen a rendezvényen, őket kivetítőn fogjuk megjeleníteni, illetve reményeink szerint sokan eljönnek majd sportolók, neves személyiségek, művészek erre a rendezvényre, és ott a helyszínen fogják aláírni. Köszönjük szépen. További jó munkát kívánunk, és hát ha hasonló akció lesz, vagy bármilyen kiállítást szívesen látjuk, viszont az Egyesületet és mind a két Egyesületet, akár a tábor kapcsán is majd beszélgethetünk még. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltak. Mi pedig akkor rövidesen majd a Bencs Villa programjaival folytatjuk. Sok mindenről beszélgettünk már, hát a Bencs Villa is egy sikeres esztendőt zárt, azt gondolom 2015-ben, Orémusz Maja remélem megerősíti mindezt, aki a vendégünk, és szeretettel köszöntjük. Rengeteg programotok volt, kint is, bent is, télen is, nyáron is, tavasszal is, folyamatosan. Egyetlen lehet ilyen röviden mérleget vonni? Én is köszöntöm a kedves nézőket, és valóban nagyon tiritarka volt, és sűrű. Ezt akkor vettem észre, amikor így évvégén összesít az ember, és szembesültem az, hogy ez is 15-ben volt, ez is. Tehát ha valahogyan az időben olyan messzire került egy-egy rendezvény, mintha legalább 2-3 éve lett volna, és nagyon szép volt, nagyon, sőt a gyönyörű jelzőt is elsütném. Persze könnyű úgy dolgozni, vagy úgy produkálni ilyen műsorokat, hogyha az embernek két remek mankója van, és ezt most el kell, hogy mondjam. Az egyik mankóm az mindenképpen a kollégáim serege, akik egész évben folyamatosan mindig mellettem vannak, és segítik a programok szervezését, nevüket is elmondanám. Hellebrand Zoltán, a park rendbetevőjedőbent is ugyanúgy szolgálatot teljesít, lesi a vendégek és művészek. Nem sokára itt lesz a kisfia, úgyhogy majd igen, találkoztunk. Igen, érdekes. Aztán Linárcsik Zoltán és Zsuzsika, mindannyiunk Zsuzsikája, valóban minden téren teljesíti a szolgálatot, és Csermely Ágnes a harmadik kollégánk, aki mindenkinek besegít egy kicsit. A másik mankó pedig, akire célozni szeretnék, az a rengeteg művész, aki önzetlenül segíti a programok létrejöttét, különösen a színház társulata, a Vikár Sándor Zeneiskola, a Művészeti Középiskola tanárai és diákja, úgyhogy ezt most el kellett, hogy mondjam, hogy csak így lehetett mindez ilyen gyönyörű. Mondhatjuk ugye, hogy igazi kulturális központ lett ilyen szempontból a Bencs Villa, mert valóban, ahogy említetted, szinte az első hívó szóra mindenki megy, hogyha szóltak neki, de nekem, én mindig el szoktam ilyenkor mondani, az egyik legmeghatóbb történet az volt, amikor valaki egy orgonát ajánlott fel például nektek, ezt ugye többször elmondtuk már mi is itt adásban, szóval
Nekem úgy tűnik, hogy megbecsülik a nyíregyháziak. Igen, szoktak ilyen túlzásokba esni, hogy a kultúra fellegvára, hát ha nem is akropolisz, de egy mikropoliszkát mindenképpen én is kilátok, kisejtek már belőle, mert nagyon sokféle programmal tudtuk várni ebben az évben is a kultúrát, kedvelőket. Nem is tudom, honnan kezdjem. Talán érdemes a diákokat megszólító programra kitérni, mert mindannyiunk szíve Csücske Atália kedvence, és épp a minap kaptam egy nagyon szép köszönőlevelet az egyik oktatási intézmény igazgatójától. Szerintem Márk Attila Olivér nem fog megharagudni, ha kimondom, hogy a Kölcsey Gimnázium például megköszönte azt, hogy részt vehettek a diákok ezen a nagyon színvonalas művészeket megmozgató rendezvényen, és még nyerniük is sikerült, már nem is először. Aztán a könyvbemutatókra mindenképpen ki kell, hogy térjek, mert némelyik olyan értékes, olyan különleges volt, igazi unikum irodalmi estekre. Aztán a legtávolabbi vendégeinkre is céloznék, hiszen Erdélyből, Kanadából, Párizsból voltak előadók. Visszatérő vendége a Bencs Vilának, Balla Anna, a Primadéra jelölt írónő, aki a Balla-Bencs vonalon leszármazottja az egykori polgármesteri famíliának, szívesen jön hozzánk. És hát azt hiszem a legnépesebb, vagy legnagyobb érdeklődésre számottevő műsor címét is el kell, hogy áruljam. Ez nyáron volt a Parkban, amikor is három divatcég, francia divatcég vonultatta föl a ruha kollekcióit, és ezen szerintem ezért is voltunk olyan sokan, a Milord zenekar zenélt nekünk, Zseromék énekeltek élőben, fergeteges program volt. Mi várható januártól? Bocsáss meg, hogy itt hát, talán éppen azért, mert láttuk, hogy az ilyen utazós, szórakoztató jellegű műsoroknak, előadásoknak is nagy a sikere. Ezért gondoltuk úgy, hogy akkor Sipos Lászlóval, a Forster Érmes fotográfussal kezdjük a 2016-os évet, de ugyancsak januárban várhatóak még nagyon jó programok. 12-én már a könnyű zene világába visz minket el a Kalandol Drog zenekar, akik ez alkalommal nem csak saját dalokat játszanak, vagy Shadows muzsikát, amit megszoktunk már tőlük, hanem az ország különböző pontjáról nagyon nagy neveket invitáltak a Bencs Villába ez alkalommal, és most nem akarom mindegyiket felsorolni, mert kihagyok valakit, és aztán ebből problémám lesz, de remek műsorra számíthat a kedves közönség, Beatles, Rolling Stones, Animals, Bee Gees, én azt hiszem, hogy ezzel eleget mondtam. Majd 15-én Líraiság a népdalokban, a Magyar Népdalokban címmel ugyancsak egy színes, egész más jellegű előadásra számíthatunk. Egy fiatal hölgy, Aros Lilla Kitti, aki a művészeti középiskolába járt, tart előadást, de úgy, hogy közben meghívta a Röpűpáva díjas Simon Józsefnét énekelni, aki elfogadta a meghívást, vagy Krajcsú Bencét, a népművészet ifjúmesterét, és még több olyan zenész, olyan muzsikus lesz a villa vendége, akik miatt szintén érdemes eljönni majd. És a hónap végén Szirbek Istvánt várjuk újra Nyíregyházára, gondolom Párizsból érkezik megint hozzánk, most nem Munkácsi trilógia a címe az előadásának, hanem Egyiptomról számol majd be nekünk, az ókori Egyiptomba utazunk egy ilyen bő másfél órás előadással. De februárról is nagyon szeretnék legalább két mondatot ejteni, ha van még annyi időm, mert szeretném megmutatni, és gondolom, hogy most a Laci szeme jobban fog csillogni egy icipicivel. Megjelent ez a könyv, amelynek kapcsán nem csak Mező László lesz a vendégünk, a szerző, hanem futball rajongókat várunk a villába, vagy sportkedvelőket, és nagyon nagy egyéniségeit, legendáit ennek a sportágnak február vége felé. Érdeklődni kell majd nézni a honlapot, hogy mikor lesz ez a műsorunk, és mikor várjuk Básti Andrát meg Barna Lászlót a Bencs villába újra Budapestről. Én meg most már értem, hogy akkor miért hívott fel egyszer Maja egy olyan kérdés, hogy nem emlékszel 82-ben a foci VB, mi volt az a híres dal, amit játszottak? Hát gyanítom, hogy az is majd felcsendül. Nagyon alapban ez volt a január és a február. Lesznek-e olyan vendégek, akik biztos, hogy mondjuk nyáron fellépnek a Bencs villába, mert minden évben fellépnek? Minden a felújítástól függ, hogyha lesz idén nagy felújítás és be kell zárni az épületet, akkor nyilván ezek tolódnak, de ha nem, akkor természetesen továbbra is lesznek parkprogramok. Akkor erről egy következő sziaszt a műsorban beszámolunk hát majd a nézőknek. Az embernek az egyik szeme sír, a másik meg nevet, mert egyrészt elmaradnak a programok, de akkor megszépül a Bencs Villa, tehát valamit valamiért. Meglátjuk majd, reméljük, hogy azért sikerül felújítani, hiszen az viszont nagyon-nagyon ráférne az épületre, és kellene nektek. És köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál. Mi pedig most programajánlóval folytatjuk, és aztán újabb beszélgető partnerünk érkezik.
többet ésszel a Buratino Bábszínház előadása január 9-én 16 órától, helyszín a Korzó Bevásárlóközpont második emelete. A világ legügyetlenebb bűvésze Szép Bence interaktív gyermekműsora január 10-én 11 órától, valamint játszóházi foglalkozás 10 óra 30 és 13 óra között a Váci Mihály Kulturális Központ harmadik emeletén. Az Alföldi Szecesszió című kiállítás a Nyíregyházi Városvédő Egyesület Beszélgessünk Városunkról című programjának következő rendezvénye. Megnyitó január 13-án 16 órakor a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Gombóc Buli címmel a Gombóc Együttes interaktív zenés gyerekműsora január 17-én 11 órától már kis és nagy gombócokat a Váci Mihály Kulturális Központ színház termében. A folytatásban pedig mozogjunk, hiszen folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza program sorozat január 11-től egészen június 10-ig, úgyhogy ez örömteli hír, azt gondolom a város lakóknak. Hétfőtől vasárnapig minden nap lehet menni mozogni. Hordják Enikő pedig már is elmondja, hogy hová, mert hogy kiszúrtam, hogy vannak új elemek. Ugye? Igen. A sorozatban. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye nagyon nagy volt már az igény és az érdeklődés a 3 hetes szünet után, mikor kezdjük újra. És jövő héttől indulunk, természetesen újabb elemekkel, méghozzá 2 új eseménye lesz, hétfőn 5 órától kölyök karate, gondolva ugye a kicsikre és a mozgásra és a fiúkra, elsősorban ők 5 órától 6 óráig a Kodályban karatézhatnak, illetve teljesen új elem vasárnaponként minden hónap második vasárnapján, tehát február hónaptól fog ez pontosan beindulni, családi lövészetre várjuk a család apraját, nagyját, előzetes bejelentkezés kell. Nem egy más lövék, tehát nem az, nem. Hogy anya, nem volt jó a húsleves, a rántott hús, állj be oda, légy szíves. Későn értél haza, kisfiam, ezért reggel viszünk. Nem, ez ugye a városi lőtéren lövészet és íjászat vegyesen időjárástól függően egy 5 hónapos program, 5 fordulóval keresjük a város legügyesebb, legjobban lövő családját. Ja, de akkor ez verseny is. Egyben verseny is, igen. Ugyanis a választás ezekre a sportokra. Egyrészt ugye jelentkeznek maguk a különböző szakoktatók, hogy ők szeretnének bekerülni a programba, másrészt jelzik maguk ugye a résztvevők is, hogy ők de szívesen kipróbálnák ezt. És igyekszünk ugye nyitni minden sportág irányába, hiszen van, aki szeret aktívabb lenni, van, aki egy kicsit azt mondja, hogy passzívabb testmozgásnak a híve, illetve nyitni azon sportágak felé, ami a városban működik, régi hagyománya is van, hogy a városlakók megismerjék. Azért ez olyan jó, bocsáss meg, hogy most már maguktól jelentkeznek a sportágok, meg a különböző résztvevők. Hát itt a funkcionális edzés, a pilates, torna, stb., amiről egyébként ugye az átlag ember nem is biztos, hogy mindig hall. Tehát ők most már felhívnak téged, hogy Enikő, itt vagyunk, mi is szeretnénk részt venni a programban? Igen, tehát jelentkeznek, megkeresnek akár ugye a hivatalban, akár Facebookon, tehát ugye azért most már a kommunikációnak számos oldala van. Ugye itt fontos az, hogy egyáltalán tudunk-e azért megfelelő feltételeket biztosítani. Tehát az oktatói aktivitás az sajnos nem elég, hiszen 60-80-100 főre is kell számolnunk egy adott foglalkozáson, hogy tudjuk-e biztosítani azokat az eszközöket egyszerre, egy helyszínen, egy időpontban. Tehát a sárkány repülők hiába jelentkeznének. Sajnos igen. Említetted, hogy a lövészet ugye új elemként jön be a Mozdulj Nyíregyházába, és hogy verseny is lesz, mi ennek a lényege? Tehát itt minden hónap második vasárnapján jöhetnek a családok, előzetesen regisztrálnak, és akkor kipróbálhatják magukat a 10 méteres lőpályán. Ugye ez könnyű légfegyver, nagyon sok oktatót van, tehát azért a biztonsági előírásokat nagyon szigorúan betartják. És ha pedig jó idő van, akkor pedig bevannak már a programban, már bekapcsoltak így az íjászok is, a szabadtéren ott íjászati akadálypálya lesz felállítva, és akkor a család minden tagja lő, pontok összeadódnak, és akkor a 5 alkalom után, akik a legtöbb pontot elértek, azok lesznek díjazva. Népszerűség szempontjából továbbra is a zumba vezet? Igen, illetve nagyon feltörekvő még mindig a jóga, tehát a decemberi foglalkozáson, jól tudom, már 151-en voltak az Rényi torna termében, tehát tényleg ott jógamatracot ért. Nagyon sokan járnak még mindig a gerinctornára, az is már ilyen 130-140-150 főt mozgat egyszerre, és nagyon megszerették a gerincjógát, a pilateszt, illetve az alapformáló aerobik, tehát az erősebb, intenzívebb mozgásforma is. Nagyon érdekes egyébként, én azt néztem, most már azért
Vannak gyerekprogramok, ugye gyerekerobik, kölyök, karate, ahogy említetted, bár szerintem a lányoknak is kimondottan ajánlott, és vannak olyanok, amiket inkább az idősebbek használnak, ez a esés megelőzés, csontritkulás, stb. Stb. De akkor tényleg igazi családi program, hogy délelőtt elmegy a nagyi, délután elmegy a család többi tagja? Tehát lehet akár így is? Akár így is, illetve vannak kimondottan családi események, hiszen csütörtökön a családi asztali tenisz, vagy kedden a mediból, az is korosztálytól független, illetve a Nordic Walking az erdőben. Tehát aki vasárnap reggel tényleg korábban kell, ő is van egy kedves sétálni, megszállják a botosok az erdőt. Tehát ott mindenhol az erdő. Összesen hány mozgásforma közül választhatnak? 18 foglalkozásunk van most már így a hét mindennapján, és ez szinte mindegyik eltérő. Ugye a gerinc jóga, ami kétszer van, vagy és a gerinc torna. Nagyon lényeges, hogy ingyenesek ezek a foglalkozások. Ezek ingyenesek teljes mértékben, saját sportfelszerelést kell vinni, törölközőt, vizet. Tehát most tedd a szívedre a kezed, amikor elindult az egész program évekkel ezelőtt. Gondoltad volna, hogy ekkora sikere lesz, hogy most már 18 különböző sportág, különböző kategória van, mert ha jól emlékszem, a zumbával indult szinte az egész. Igen. És hát akkora sikere lett, hogy fél év után követelték az emberek, szinte könyörögtek, hogy legyen folytatás a nyári szünet után. Én azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk. Én jó magam is, hiszen a munkakörömből adódóan nagyon sok olyan jó szakoktatóval kerültem már kapcsolatban, akikből a személyiségükből adódott, hogyha velük valamihez kezdesz, abból csak jó származhat. És hál' Istennek azért Nyíregyháza tényleg sportos város. Sokan mondják, hogy ez csak egy szlogán, de nem. Tehát ez bizonyítjuk ugye maga a programsorozatban is, hogy igénylik az emberek. Tehát amennyi üzenetet most kaptunk az elmúlt pár hétben, ez is azt mutatja, hogy van rá igény. Titkon reméltük, hogy sikeres lesz. Tehát csak azért üzengetek, mert most az emberek már 3 hétig szünet volt, hogy felhívtak, hogy lesz. Reméljük, hogy folytatódik, illetve a polgármester úr kapott decemberben egy nagyon megható köszönő levelet is. Több százan aláírták, hogy tényleg az emberek köszönik azt, hogy a város felvállalja azt, hogy a szabad idejüknek szenteli úgymond az idejét, és szervez nekik olyan programokat, ahol részt tudnak venni. Ezekre a programokra előzetesen be kell jelentkezni, vagy aki kedvet érez, oda megy az órarendben, megnézi, hogy mikor, vagy csak oda megy? Egyedül a lövészet, ahova előzetesen be kell jelentkezni, a többi az teljesen nyitott, amíg a tornaterembe vagy tornacsarnokba beférnek az emberek, addig mindenkit várunk szeretettel. Hát mindenkinek azt javaslom, hogy kattintson rá a nyiregyháza.hu oldalra, ott megvan ez a szép kis órarend, ahogy mi hívjuk, ilyen színes órarend, térkép, és akkor ez alapján mindenki kiválasztatja, hogy mikor, hová szeretne menni. Tényleg van a gyerekektől a felnőttekig mindenféle mozgásforma, úgyhogy bátran ajánljuk mindenkinek. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltál, kitartás szépen. Akkor a folytatásra, és egészen június 10-ig, hiszen neked azért ez munka lesz a javából. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, hiszen ennyi fért a mostani sziasztába. Köszönjük szépen, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra.